egy érdekes dologról szeretnénk beszélni röviden, egy 4-4,5 percben, ez pedig a fogszabályozás természetesen, fogszabályozástermészetesen.hu, tehát itt vagyunk az oldalunkon, és a természetes fogszabályzásról beszélünk. A fogszabályzás lényeg, amit mi itt alkalmazunk, természetes térbővítés. Alapvetően az a baj a fogakkal, azért állnak össze-vissza, mert nincs meg a helyük. Vagy ha túlságosan előre állnak a fogaink, akkor pedig annélkül, hogy cumisztunk volna, vagy bármi ilyesmit csináltunk volna gyerekkorban, ezeknek különböző okai lehetnek, de nagyon sok esetben azért állnak előre, mert nincs hely. Ez a jövő, a jelen, ahol zárognak a fogaink, és bocsánat, ez a múlt, a felső rész, a maxilla, ahol zárognak a fogaink, az a jelen, ez pedig a jövő. Mit gondolnak, miért van az, hogy 75%-nak mély harapása van? Azaz csökevényes, kicsi az állkapocs, mert félnek a jövőtől. Mit jelentenek a bedőlt fogsorok? Azt, hogy ha egy fog befelé áll, befelé dől, azt jelenti, hogy megtörték az akaratát. Valaki valamikor önt egy hidraulikus prés alatt tartotta, mint egy fokhagyma nyomó. Zígy, mikor kinyomják. Gyakorlatilag mit csinálunk? Itt a fog. Itt van az ön fogsora. Látja, itt a fogsor. Itt van a nyelv. El tudja képzelni. Itt a fogsor. Ennek a kerülete lemérhető, tized, század milliméter pontosság, a kerület. Hogyha én ezen erre és erre egy-egy millimétert szélesítek, amit ön észre sem vesz, ez a kerület megnő annyira, hogy a fogak egyszerűen a helyükre tudnak fordulni, fel tudnak állni a dőlésből, a befelé dőlésből. Ez a lényege, természetes térbővítés. Mert ha megerőszakolnak fogászok, most aki erről beszél önöknek, én éveken keresztül használtam régi típusú hagyományos fogszabályzást. Egész szép fogsort hoztak össze, csak a mély harapásomat nem tudták kezelni. Ezt. Nem tudták kezelni. Azért, mert természetesen nem tudnak térbővíteni. Mi viszont ezt kínáljuk, ezt a lehetőséget. Hogy néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogy itt egy fogszabályzó készülék, ez egy puha, kicsi gumi, meg van mosva, kezem tiszta, ez is. Behelyezem a szájba. Egyszerűen ez egy pici gumi, mint a boxolók fogvédője. Itt van benne. Már megtanultam vele beszélni, úgyhogy be van téve. A humoros rész következik. Ezért jó a koronavírus, ha újabb előnye. Felrakom a maszkot, és azt hiszik, önök azért beszélek ilyen furcsán, mert rajtam van a maszk. Csak hogy ilyenkor tudom hordani a maszkot, a fogszabályzót, mindig. Üzletbe, ahol kötelező a maszkot fölvenni, színházba, moziba, bárhol, vagy ahol kötelező. Nyugodtan tudom hordani plázákba. Ez egy hatalmas erő. A fogszabályzó készüléket kétféleképpen használjuk. Egyrészt passzív. Éjszaka alszunk vele. Nappal bármelyik be lehet. Ha ez benn van egész nap, akkor sem árt. Semmiféle rizikó nem ismert, nincs hátránya, bent van nappal is, amikor akarja, ha úgy gondolja, de elég vele aludni. A másik pedig aktív használat, amikor beteszem, és rágom minden belégzésnél, de csak annyira, hogy ezt itt megfogom, csak éppen ujjaim, csak ennyire. Semmi erő. Ez a fogszabályzókészülék. Így működik. Természetes térbővítést csinálunk. Akinek mindenféle foga össze-vissza áll, az jelez valamit. Jelzi a múltat, hogy mik történtek. Akit ez érdekel, arról beszélhetünk később, négy szem közt természetesen. Ezért ajánlom mindenkinek, mert gyakorlatilag természetes az eszköz, nincs mellékhatása és nem rendeződik vissza. Negyedszer, de nem utolsósorban, bármikor ezt a kezelést ön megszakítja, úgy marad minden, nem áll vissza. Egy jóval folytatja, és tudjuk tovább csinálni. Tehát sokkal rugalmasabb, mint a normál fogszabályzás. Én nem is akarom azt bántani, mert az is jó. Azt is nagyon sokan használták. Eddig már nem volt meg ez. Most már megvan ez is, és ajánlom a figyelmükben, nézzék meg a hosszabb videót, ott ebből sokkal részesebben elmagyarázok ezt-azt. Nézzék meg a fényképeinket, egyre még francia példáink vannak, de most már jönnek a magyar példák. Nem kerül bele még egy fél év, és tel leszünk, hála Istennek, megelégedett magyar példákkal. Itt vagyok én először, 6 hónapja használom, és egy csomó más dolgom megoldódott. Az emésztésem, az anyagcserém meggyorsult. Végalszom az éjszakát, és még egy dolog, megtanultam nemet mondani. Nem tudom máshoz kötni, csak ehhez. Ich nicht naiv, mondja a német, én nem vagyok naiv. Nem tudom máshoz kötni. Sokkal nyugodtabb lettem, nézzék meg korábbi videómat, egy pár évvel ezelőtt itt. Nyugodtabban beszélek, és a szám elkezdett kinyílni, a mély harapás.
aki ezt megfigyel, látóbbak, vagy ilyen érzékenyebbek, vagy jobb megfigyelő képességgel rendelkeznek, észreveszik, hogy nyúlik meg az arc, és a szellem, lélek, test arány kezd beállni az optimális ideálisra. Tehát köszönöm szépen a figyelmüket, ez a természetes fogszabályzás. Akit ez érdekel, hívjon telefonon, nézze meg a többi információt, és el tudja dönteni, hogy ez érdekli-e önt. Köszönöm!